Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Dunaharasti Katonai Hagyományozó Egyesületnek a nevében, és szerencsére újból sikerült egy neves előadót megnyernünk a kiállításunkhoz. Dr. Hajdú Gergely, ő a Magyar Királyság kitüntetés tokrai 1920 és 1945 között fog előadást tartani ebben a témában. Minden bizonnyal nagyon érdekes, én abszolút laikus vagyok ehhez, de mivel ezzel a korszakkal foglalkozom, nagyon-nagyon érdekel ez a része is a dolognak. Én át is adnám neki a szót, hogy kezdje meg és tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit, és annyiban egészíteném ki itt a felkonferálást, hogy azon belül is a királyságnak a kitüntetés tökélet, én három szekcióra osztottam, előtte kettőt akartam, de hát kicsit nagyobb fába vágtam a fejszemet, és a három is majd meglátjuk, hogy mennyire fog teljesülni. Az első etapot, közben működik, a szignum tokokra helyeztem. Azért a szignumra esett a választásom, ugye ez a magyar koronás bronzérem, ezüstérem, aranyérem, nagy aranyérem, bátorságérem, és ezután bronzszignum, ezüstszignum, nagyszignum, és oválszignumként fogok rá hivatkozni, hogy egyszerűbb legyen az előadás. Szóval, hogy azért erre a kitüntetésre esett a választásom, mert ez a kitüntetés az egyik olyan, amelyik átfogja az egész Horthy korszakot. És ezáltal a tokjai is végig kíséri az egész korszakot. Érdekes, hogy ugye kitüntetésről is a tokjairól fogok beszélni. Ennek is megvan a funkciója, ennek a kitüntetés tartozéknak, DCT ünnepélyessé teszi, és szerintem megér legalább egy előadást erről beszélni. Röviden a tokokról. A tokoknak milyen részei vannak. Hát beszéltünk tok tetőről, tok fenékről, akkor mindenképpen ki kell emelnünk az ornamentikát, ami a díszítése, jelen esetben itt egy korona csupán. A zárszerkezetről, hát a zárszerkezet az lehet ilyen nyomógombos, vagy éppen ilyen csatos a Horthy korszakban, bár a csatos az a háború vége fele jött be a rendszerbe. Akkor ugye toktető, sejembélése, a kitüntetésfészek maga, akkor van egy ilyen kis, tudok is mutatni, ilyen kis fészek keret, akkor a szétnyilást akadályozó sejem, ez a rész, és ugye a zsanér, ami ugye a hátulján lehet látni a kitüntetéseknek. Tehát egy kis anatómia, hogyha szétszedünk egy tokot, akkor mit is láthatunk benne? Ez a forrás a Signum Fórumról van ez a kép, azt hiszem, hogy Varga László töltötte föl. Itt látszódik, hogy a zárszerkezet, ez a nyomógombos zárszerkezet, ez egy ilyen kis mini szerkezet, ami be van erősítve a tokfenéknek a közepébe. Ez gyakran kiszokott egyébként jönni. Akkor a keret kiszedve is a fészek. A 35-ös szám az a tokkészítők vésték vagy rajzolták bele. Ez egy gyártástechnikai eljárás. Egyébként, ha kiszednénk ezt a sejembélést, akkor valószínűleg ott is egy 35-ös számot látnánk. Ez azért van, mert így készítették egyformára, hogy pontos illeszkedés legyen a tokoknál. Nagy kérdés, és így az idő homályába merült ez, nem foglalkoztak ezzel tudtommal korábban, hogy hol is készülhettek ezek a tokok. Én írásos formát semmit nem találtam eddig, igaz, nem töltöttem el hónapokat a levéltárakba, de a internetet és az digitális állományt végigbújtam, amennyire lehetett. És egyetlen egy interjút találtam 1985-ben az akkori tok és díszmű árukészítőknek a elnökével, és onnak volt egy ilyen idézete az ő történeti kiadványaiknak, amit én kutatok, hogy abban mi lehet benne, és ott azt írta le, illetve azt nyilatkozta, hogy ez a pénzverdénél készültek az egyszerű kitüntetéstokok, mint mondjuk a bronzezüst szignumtokok, meg mondjuk az érdemérem a Horthy korszakban, meg a többi. A
vélhetően a nagyobb kivitelezést igénylő tokokat, azokat kiadták ilyen tokkészítő cégeknek, ezt majd az érdemérem, pontosabban az érdemrend tokoknál erre találunk is példát. De a kisebb tokokat valószínűleg a pénzverde házon belül megoldotta. Erre azért lehet abból is következtetni, hogy a pénzverde épületét mikor átadták, utána a nyomda is ott kapott egyébként pár épületrészt. Szóval a anyagmozgatás szempontjából ez elképzelhető. Azt azért hozzátenném még az előadás korai szakaszába, hogy itt a megállapításaim nagy része, hát az, hogy fikció, az nem jó szó rá, de mondjuk úgy, hogy az eddigi megfigyelések, illetve gyűjtemények, kiállításoknak a tapasztalatán alapszik. Nem lehet ebben a témában kijelenteni semmi biztosat, mert anyagfelhasználás volt a korszakban magában is. Ez az anyagfelhasználás, ezt úgy kell értelmezni, hogy éppen amiük volt, azt használták föl, azt adták ki. Nagyon sok variációs lehetőség van itt, hogy mihez mit adtak. És akkor egy kicsit az ornamentikáról. Ugye ott a anatómiánál meg a részeknél beszéltem, ugye, hogy van a koronanyomat, hát ugye mi is az az ornamentika? Ez a kitüntetés tok felületén az ünnepélyes tétel céljából alkalmazott díszítmények, illetve az ilyenekből összetevődő kifejező rendszer összessége. Hogy mennyire is kifejeződő ez a rendszer, hogyha ha leírnánk az összes ornamentikát, akkor messziről meg lehet mondani az ornamentika alapján nagyjából a korszakot, illetve azt, hogy milyen kitüntetés való bele. Most így a unblock a kitüntetés rendszer keretein belül. Itt most csak a signum ornamentika elemeket montázsoltam így ide be, hogy mik fordultak elő az alatt a 25 év alatt, amíg kitüntetéstokokról, 20-25 év alatt, amíg kitüntetéstokokról beszélhetünk a szignumoknál. Mi alapján tudjuk a szignum tokokat leginkább megkülönböztetni? Hát a legegyszerűbb a korona alapján, a korona nyomat alapján megkülönböztetni őket. Alapvetően négy korona típus van. Barokk korona, szögletes korona, kis korona, klasszikus korona. Elnézést, ezeket az elnevezéseket én találtam ki, illetve hát gyűjtői körben, szakzsargonban így szoktunk rájuk hivatkozni. Többféleképpen van például a szögletes korona elnevezése is, de én ezt találom a legpraktikusabbnak, hogy el tudjam őket különíteni. Hogy a barokk koronánál ugye a koronás ezüst és bronzéremet adták, a szögletes koronába kizárólag, tudtommal kizárólag a magyar koronás nagy aranyérmet, a kiskoronástokban a magyar koronás ezüstérmet és bronzérmet, a klasszikus koronába pedig igazából mindent. Itt próbáltam egy kis kronológiai sorrendet felállítani, hogy hogy is változtak ezek az idővel. Itt nem tudok exakt számokat mondani, mert voltak átmeneti időszakok. Pénzverde is bejött a képbe, mert korábban Bécsbe csinálták ugye a szignumokat, így vélhetően a tokokat is onnan rendelték. Ennél fogva a 20-as évek vége, 30-as évek elejéről hát nehéz határvonat húzni, meg úgy egyébként unblock is nehéz. És akkor még nem vizsgáltuk a többi kitüntetés rendszernek az idő kronológiájában, hogy hogyan változtak, mert ugye ez nem csak a signum kitüntetésekre jellemző ezek a koronatípusok, hanem a többire is. Legkorábban ugye a korona nélküli tokok voltak, ezek már mindjárt a szignumok megjelenésétől, azaz 22-től véletlenül a 20-as évek közepéig, majd 20-as évek közepétől kezdte felváltani a barokk koronástok egészen a 30-as évekig. Ott jött a szögletes korona, de ez csak a ovál szignum esetében. A ezüst és a bronz szignumnál ugye a kis korona volt, ami az ovál szignumnál a szögletes korona. Akkor a klasszikus korona, hát az a 30-as évek közepéből jöhetett be, és hát ugye a kardos klasszikus korona pedig az a 39-es érdemrendi változtatással együtt, ugye a hadi szalag, a hadi ékítmények beköszöntével együtt ez a tokoknál is látszódik. Meg tudjuk még a tokokat különböztetni a fészek színe, anyaga
Az anyaga az ugyanaz, inkább a színe alapján, fehér, narancsága és méregzöld színűek voltak ezek. De az analógia szót, amikor majd az előadásomban látom, az a másik kitüntetés rendszerekből elképzelhető, még hogy létezett, az csak én nem találkoztam vele. Úgyhogy ha a kedves gyűjtőtársak tudnak mondani, hogy látták, akkor én azt köszönöm. El tudom képzelni, hogy volt fekete, ez pedig egy magyar érdemrend tok alapján tudom analogizálni, hogy volt fekete belsős, de ez háború végi fekete, szóval nem a monarchiás feketére kell gondolni. A monarchiás fekete az a monarchia korszakában volt. Érdekes módon, ahogy a szignumok jöttek, én nem találkoztam olyannal, ami korona nélküli lett volna és fekete belsős, de viszont elképzelhető a barokk koronásnál, az meg egy érdemérem tokot láttam olyat, ami barokk koronás volt, dupla peremes és fekete belsejű volt. Az anyag. Milyen anyagokkal dolgoztak annak idején? Hát korán elkezdték a korai papír, meg van a késői papír, ezt így különböztettem meg, de ezek papíranyagúak voltak. Látszik egyébként, hogy a pólusaik ugyanaz, most nem, sajnos itt a fényviszony miatt nem biztos, hogy látszik, de a színárnyalatuk egy kicsit más. A korai papír az a 20-as évek elejé, és a 44-45-ös tokoknak a papíranyagai között. A korai papír az korona nélkül, illetve barokk koronás tokoknál fordult elő. Akkor van ez a bőrtextil, amit egy ilyen finom viasz réteggel vontak be, és van egy nyomata. Itt a felső résznél nagyon látszik ez a nyomat anyaga, hogy ez egy ilyen, olyan, mint egy ilyen topográfiai anyagból lenne. Akkor ennek van egy kopottabb verzió, és van már az, amit már nem foglalkoztak szinte nyomattal, hanem ez a bőrtextilszerűséget használták. Vannak ugye bőrtokok, ezek az ovál szignumnál jelennek meg. Itt is két fajta van korszaknak megfelelően, egy korai bőrözési anyag és egy kései, ez ilyen majdnem, hogy ez a rájás, ilyen rücskös felületű. És ugye a késői papírtok, amiről beszéltem is. Elnézést, túllapoztam. Akkor milyen verziók vannak? A korona nélküli szignum kitüntetéseknél, hát van azoknál mind papíranyagú volt, egyébként bőrrel nem találkoztunk, perem nélküli és alapvetően peremmel rendelkező. Az 1927-es évszám azt a Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak a gyűjteményéből van, Keszei Vince 1927-ben kapta ezt a szignumot. A szignum maga egyébként egy 30-as szignum valószínűleg pótolt, de maga a tok az vélhetően az 27-es, vagy a körüli. Itt még megjegyezném, és ez nagyon jó apropó arra, hogy a egyedi és magárendelési tokok is voltak, hiszen a tokokat mások is készítették, nem csak hivatalos pénzverdei, főleg nem Bécsbe, ott szinte kizárólag csak magán cégek gyártották a kitüntetéseket is, meg a tokokat is. Ez például egyébként egy Rothe tok, a nyomata az nem látszik, de rajta van egyébként a Rothe cégnek a pecsétje. És fehér belsős és szignumtok. Én úgy tudom, hogy a monarchiában egyébként a szignumoknak a tokai az nem igazán volt fehér. Általában feketét használtak. Úgyhogy ez egy ilyen magánrendelés lehetett. Barokk koronás. Itt is volt perem nélküli, és volt peremes. A peremesen belül is már ott már volt valami átmeneti korszak, mert ez papíranyagból van, ez meg bőrtextilanyagból. És ezt így tudom így kronológiai sorrendbe berakni, vagy gyártástechnikai folyamatba, vagy hogy az anyaggazdálkodás hogy jött, hogy így volt az evolúciója a barokk koronás szignumtokoknak. Érdekes, hogy 29-ben még volt barokk koronástok, pedig 29-ben már pénzverde is működött, és már Magyarországon csinálták. Olyannyira, hogy az itt lévő szignum, az már pénzverdés szignum, magyar gyártmány, míg ezeknél a barokk koronásoknál a szignumok, azok bécsi készítésűek. Analógia. Említettem előbb, hogy találkoztam egy olyan érdemérem
kitüntetéssel, aminek a tokja fekete fészkű volt és dupla peremes. Elvileg akkor létezhetett ez a szignumoknál is, hiszen mind a két kitüntetés család az végig kísérte a korszakot. Kiskoronás kitüntetésekből én háromféle tokot tudok megkülönböztetni. Van a széles, a keskeny, és én úgy neveztem, hogy tömzsi, nem széles, nem keskeny, ilyen kicsit ilyen gnómusabb. Ugyanezt a tömzsi tokot használták egyébként az érdemérmeknél is. Érdemérmeket nem láttam se szélesbe, se keskeny tokba eddig. Érdekesség, 29, Soltész Elemér, tábori püspök volt a háború végén egyébként már. 29-ben már kiskoronás tokot kap, pénzverdés szignummal, és ez az érdekes, mert ha megnézzük az előző ábrát, hogy a 29-ben Verseki Nagyelek még barokk koronását kapott. Szóval, hogy valószínűleg itt volt pont ez a 29-30-ban ez a váltás, de ez összes három nevesített kitüntetés alapján mondom, ez nem perdöntő. De valószínűleg itt volt ez a váltás, hogy barokk koronásból kiskoronásba ment a gyakorlat. És akkor elérkezünk a klasszikus korona típushoz. Ez a korszakban, hogy ez a 34-35-ben járunk, amikor a patkós jelenik meg. Ekkor volt az, hogy az érdem keresztből érdemrend lett, és ez a koronáknál is meglátszódik, főleg ott, mert ott a szögletesből átmentek klasszikus koronába. Itt ez a kiskoronásból klasszikus koronába való áthajlás. A patkós tokok mind bőrtextil, mind fehér fészekkel készültek, több változatról nekem nincs tudomásom. Akkor kb. 39 és 40-es évek elejéig lehetett ez a patkós tok, utána jött a szögletes tok. A szögletes tok létezett fehér, illetve narancssárga fészekkel, de el tudom képzelni, hogy méregzöld verzió is létezik. Létezik ezen belül a klasszikus koronánál az ezüst nyomatos és méregzöld belsőssel, de van fehér is, de el tudom képzelni, ugye egy hasonló analógia szerint a narancssárga belsőt is ezeknél a toknál, illetve a háború vége fele, ez 44-től 45 elejéig, a klasszikus koronás, de papírtokban. Ezek fehér vagy narancssárga fészekkel voltak, de itt is a feketét elképzelhetőnek tartom. És akkor a kardos, klasszikus koronás, szögletes tokok megjelenésével az első példányok fehérek, illetve narancssárga fészekkel készültek, de itt is a méregzöldet el tudom képzelni. Illetve nagyon jó ez a hadtörténeti intézetben, hogy volt egy 44-es Hübner Vilmosnak adományozott kitüntetés, amely papírtokban, csatos papírtokban látszódik, és még sérült is. Én ennek azért ültem, mert itt nagyon jól látszódik, hogy mennyivel másabb anyaga van ennek a kitüntetésnek, mint ennek a bőrtextilnek. A papírtok is el lehet fehér narancsárga, és esetleg méregzöld, de én még itt halkan megjegyzem, a feketét is el tudom képzelni. És akkor azokhoz a kitüntetések tokokhoz érkeztünk, amelyek bár kardosak, de nagyon kevés számba fordulnak elő. Ezek kimondottan ritkaság számba mennek. És nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy ezek az ezüst nyomatozások, ez minek köszönhetik a létüket. Volt egy elméletem, de sajnos teljesen megdőlt ezzel kapcsolatban, mert ugyanis már 42-től kezdve adományozták ezeket. Németh Endre mind a kétszer megkapta a szignumot, és mind a kétszer, 41-ben és meg 42-ben is a nagykardos verzióba kapta meg, ami duplán nem igazán értem, mert úgy tudjuk, hogy ez a kitüntetés toktípus, ami egyébként a kiállításon is látható, ez nem ment végig a háborúig,
háború végéig, egyszerűen csak előfordul, nem tudjuk miért, valószínűleg egyedi rendelés alapján vagy kérés alapján készítették. Ugyanígy igaz az az ezüstnyomatozás, nagyon kevés szériába fordul elő, nem tudjuk, hogy miért. Az ezüstnyomatos tokok, ami nem nagykardosak, azok minden, a szín minden palettájában volt, szóval fehér, narancsárga és méregzöld, míg a nagykardosok csak fehér fészekkel voltak eddig láthatóak. És akkor próbáltam felállítani egy ilyen ritkasági fokot, hogy melyek azok a szignum tokok, amelyek a legritkábbak. Hát én jelenleg ezt így látom, de hát ez bármelyik pillanatban megdőlhet az, hogy egy gyűjtő mikor áll neki, hogy neki is van még egy, mert kb. Hogy ennyiről beszélünk, hogy nincs egy fél tucat darab, amiről tudunk az első három esetében. A negyedik esetében már talán hát a tucatot, de még nem, még a tizet se biztos, hogy tudjuk haladni. Én összesen így 25 féle szignum tok variánst tudok azonosítani, és még 6 lehetséges variánst tudok elképzelni, ami még létezhetett. És áttérnék akkor az ovál szignumra, amit egy kicsit külön vettem a többitől, mert teljesen más osztály. Ugye ez nem kíséri végig a korszakot, 29-ben jelenik meg, jól látható, hogy itt a szögletes koronával debütál, nem is a barokk koronával, én nem láttam barokk koronában ilyen darabot, valószínűleg ez nem véletlen, mert ez pénzverdésgyártás. Az ornamentikai elemek mások, lehet itt is látni, hogy más. Itt egy kicsit a gyártói eljárás is változik, az anyaga az ugyanaz, egészen, amíg el nem érünk a klasszikus koronás tok verzióig, ezt azért érdekes itt megjegyeznem, hogy itt most megnézzük itt az ornamentika elemeket, hogy körbe van szegély, itt nincs körbe szegély. Itt a pontok meg az egyéb ilyen mini ornamentika elemek megegyeznek ezzel. Itt, amikor átálltak, vélhetően ez a 34-5 körül, akkor csak a koronát cserélték ki a klasszikus koronára. Aztán idővel elkezdték a ornamentikai elemeket is változni, nem adtak keretet, más lett a tok nagysága is. Ahogy meg haladunk a háborús előkészületek felé, már bejelennek plusz ornamentikai elemek, méretbéli különbségek, anyagbéli különbségek. És ugye ennek is volt egy kard és kard nélküli változata, itt ez nem véletlen, hogy nem egyforma a két képen látható tok nagysága, való életben sem egyforma nagyságú a két tok. Annak ellenére, hogy itt a korona fölfele van csúszva, és igazán beleférhetne oda a kart, nem ezt csinálták, hogy ugyanaz a kitüntetés tokot, egy másik fészket csináltak, hanem ügyeltek arra, hogy arányos legyen benne a kitüntetés, ezért teljesen más méretben legyártották a tokot, és úgy nyomták meg a kardokkal, hogy szép, esztétikus legyen. És elérkeztünk egy olyan ponthoz, a szemfüles gyűjtők és kollégák valószínűleg itt figyeltek, hogy egy kitüntetésről eddig nem beszéltem. És az melyik lehet az? A magyar koronás aranyérem, ami 29-ig volt csak csupán. Én sajnálatos módon eddig senkivel nem találkoztam, aki tudja, hogy annak milyen lehet a tokja. Ez számunkra egy nagy rejtély. Kétfajta verziót tudok elképzelni, vagy egy mezei barokk koronás szignumtok, ami egy kicsit arányaiban más, nagyobb, hogy beleférjen ez a arányaiban is egy nagyobb méretű kitüntetés, vagy egy magyar érdemkereszt másodosztályhoz hasonló tok, ami számomra azért tűnik jó, de ez is más tok, mert kicsit vékonyabb, kicsit mások az arányai, mert ekkoriban a magyar koronás aranyérem azért, ha jól tudom, a második legrangosabb kitüntetés volt. Szóval én egy ilyen díszes ornamentikával ellátott okot tudok neki elképzelni. És szeretném megköszönni Sallai Gergenes, sajnos nem tud itt lenni betegség miatt, de nagyon sokat segített a Hadtörténeti Intézetben, hogy tudja kutakodni, ő nélküle nem jöhetett volna létre ez az előadás. Úgyhogy ezúton is köszönöm neki,
És én meg köszönöm szépen a figyelmet.